Mesélj arról, hogy mit tud az őseiről, tehát szülők, nagyszülők, milyen messzire tudja a család történetet. A apai nagypapám az korán halt meg, Mekka után, tehát termett zarándokon visszajött, aztán megbetegedettek halt. Apám akkor 18 éves, apám különben 1909-es születés. Anyám és apám rokonok. Anyám 19-es születésű, apám tudta a Koránt, mint ahogy az apja is tudta kívülről. Anyám viszont analfabéta, tehát nem járt iskolába, tudott írni, olvasni, kifejezetten háziasszony. Tehát itt az egész abból a generációból apám a műveltebb, mondjuk aki tudott írni, olvasni, de csak a Koránt tanulta. Többiek azok nem volt lehetőségük. A nagypapa, anyai nagypapám matrackészítő. Hát apám vett nekem iskolatáskát, szép ruhát, és vitt beiratni az iskolába. Arra, mivel még kicsi voltam, 5 év és 9 hónap, akkor nem vettek fel, mert kevés volt a hely, ugye, és akkor vették másokat. És akkor vissza kellett menni a haza, és akkor ezt a szép ruhát le kell venni, meg azért nem fogok tanulni, és erre adott egy jó pofont, és akkor küldött az korán iskolába. Koraniskola viszont ez egy abszolút, mint a 7. században, tehát a deszka ez egy fából, ez úgy nézett ki, mint a konyha, tehát a vágódeszka. A tinta, tehát először le kell mosni, rá kell kenni valamit, hogy lehessen ráírni. És ez egy, mivel kentünk, a deszka, tehát a fa deszka, az agyag, amit kellett egy kicsit vizezni és így rákenni, aztán kiszárad, és akkor egy ilyen fehér kicsit. A toll, ez egy bambuszból kész, vagy inkább a... mi az, ami nő a Balatonon? Ott sok... Nágy. Nágy, ketté, és akkor itt vágva, hegyezve, mit tudom én. A tinta, ez báránszőr égetve, és vizet ráöntöttünk, és akkor ez így lehetett írni. Persze, hogy így írunk jobbra-balra, ez az egyenes, tehát többiek írják fordítva. És a diktált, a tanár diktált nekünk, mi írtunk, és visszamondtunk hangosan. Tehát ez az iskola, ez hangosan kell olvasni, hangosan kell, és mindenki más-más színvonalon van. Tehát van, aki előrébb van, aki most jött, és akkor ő vele ABC-t, ugye. Na, és oda küldött. És akkor egy darabig ott jártam, és utána jött a következő év, akkor fölvettek a francia iskolába, és én mind a két iskolába jártam egyszerre. Friedliche Lien, der Burde.
تسلدق بروس ذي سيالة يزيزين ميسي تحبير القوت وسندق قروس الزين وغاري تسلدق بروس ذي سيالة يزيزين ميسي تحبير القوت وسندق قروس الزين نيد بكا زود التحابر وقريبا فاسبون العشي حابرو سبت شاك هارس ونعمل amely darol, ugye mindkét oldalról a sajátjaink is, ugye partizán háború, többször civilek haltak meg, sőt, legtöbb civil. Akkor hány éves volt? Akkor 50 év, akkor majdnem 7 éve, majdnem 7, mert ugye novemberben kezdődött ez a háború, és én októberben kezdtem az iskolát, tehát 6 év és 9 hónap, 10. És 7 éves gyerekként mennyire tudta, vagy értette, hogy ez hát a félelem. Volt? Hát a félelem, ez biztos, meg a kijárási tilalom, az ember lát egy katonát is már fut haza, amikor lehetett hallani lövéseket, akkor szintén nagyon... Tehát az éjszaka, rezegtünk mindannyian, apámat többször a 7 és fél év háború alatt háromszor vitt itt börtönbe, mert ő mezőőr volt, tehát volt pisztolya, tehát ő hivatalosan mezőőr, és nyilván jöttek a partizánok, és akkor elvitték tőle, úgyis kérték a pisztolyt oda, de ha nem adta volna, akkor megölték volna, és elvitték volna, úgyis. Akkor másodszor, mert gyűjtött pénzt nekit valahogy, mert harmadszor szintén hasonló ok miatt, de mindig volt valaki, aki az ő anyjának a rok, tehát a nagymamám rokonai között volt valaki, aki a franciáknak dolgozott inkább. Tehát inkább a francia mellett állt, és akkor francia katona. Tehát francia egyenruhát hordott, hiába. Igen. Ja, és ő mindig sikerült valahogy megmenteni apámat. Nem ölték meg, nem maradt tovább. Visszakapta a munkahelyét általában. Tehát mi abból a szempontból, amikor hogy elvittek, akkor éreztünk tényleg a éhséget, de amúgy mindig volt valamilyen mi. Szóval nem... Mindig volt családi segítség, meg szóval nem éreztünk mi ezt, hogy most éhen fog halni valaki, nem. Sábul zsaze erikála fisztifte ihi la len ubbiha minel zsaze eri iszba. Vakhtára jom al ektirái novembara faszammama anya tóra vajakra. إن الجزائر في الوجود رسالة الشعب حررها وربك وقع وقصيدة أزلية أبياتها حمراء كان لها نظمر مطلعا غنى بها حر الضمير فيقظت شعبا من التحرير شمر مسيعا شعبا قراته الخلاص بناته فانصبا Engem választottak 10, tehát cserkészek között, 10 voltunk összesen, hogy mehetünk Egyiptomba. És én azt hittem, hogy ez egy cserkész találkozó. Aztán jött az utolsó nap, és akkor egy ilyen ilyen tábortűz körül ültünk. Mindegyik országból a fiatalok valamit mondtak, és nálunk, mi algériaiak semmit nem tudtunk, mint csinálni, és arra mondtam, hogy én tudok egy verset. És az a vers. Itt kezdődött, és a forradalmi vers, szabadság, harc, és itt tovább, hát ahogy az algériai nép úgy döntött, hogy az Algériából egy új nit sem ad franciáknak, és tehát ez egy... És akkor ezt előadtam, és a végén annyira akkora taps volt, ahogy mondtam ezt a végén, akkora taps volt, hogy
még a miniszter, aki ott volt, kulturális miniszter, egyiptomi kulturális miniszter, jött és fogott velem kezet. Az mi mindig 66 akartak csinálni egy színészképző iskolát. És ugye, hogy kit választanak, megint verset kellett előadni. Előadtam azt a Paul-Éluár versét, akkor elájult a zsűri, de tényleg, és hogy maga tényleg színész akar lenni, mondom, nem biztos, mert ugye itt apám szava az a legfontosabb. De mégis küldték a levelet, hogy hát megválasztották, hogy mehetek tanulni. Megint kaptam egy pofont apámtól, akkor ez 15, 65-66-ban körülbelül. Nem jártam oda, nem bánom. És miért nem akarta apja, hogy... Mert ő minden áron azt akarta, hogy orvos legyek. Volt már kantot, mint pogrdépíték, mozték, amikor szalmozik. Székomsza, kéli lium, illangon li mozték. Mozték bakanta, il fúba balkan, bar li a legrand bét. Eszme. Ba besoin, crié, faire quelques friponnaires. Moi, je vais te faire la guerre. Tu es le sultan des animaux, mais j'y m'en fous bamman. Voilà. Je sors la trompette et je marche à la baïonnette. Quand il a dit tout ça, les moustiques, et tout de suite, ils sortirent les dos des lions. Et bic. En haut, en bas, les lions ne bougent pas. Et bic la tête, et bic le cou. Les lions ne sont rien du tout. Ah, qu'est-ce qu'ils pensent les moustiques? Ça, c'est un lion d'Afrique. Ah, Karoubi, c'est un lion d'Afrique. Un Algérien en plus. Hein? Il a la peau d'un Algérien qui fait la terreur dans la jungle. Mais j'ai une chose, moi, pour boulotter ces grandes bêtes. Il chmimchvia, et tout de suite, il saute dans le nid du lion. Et bic. Voilà. Il sort et il saute dans l'autre narine du lion. Et bic. Ah, baba, ya khashmi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a eu? Les lions qui s'y sont chatouillés, il a tout de suite éternué. Il a éternué si fort à tchoum qu'il a fait commencer l'ouragan, rire, bas. Et le moustique, il est parti là-bas. Jehannama, fais du moustique, il y en a plus moustique. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грации и пластика. Общеукрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще, гимнастика. И если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4. Выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изне, мажения. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб. Применяйте, люди, об, тирания. И если вы уже устали, сели-встали, не страшны вам Арктика с Антарктикой. Главный академик Йофе доказал, коньяк и кофе вам заменит спорта профи. Лактика. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте, выигрыша даже начинающий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий. Mekkora ugrás volt, hogy a Moszkva, tehát Algéria után
Igen. A meleg, az éghajlat, az étel, nagyon más lehetett, igen, nem? Igen, maga a kommunizmusra, milyen kontraszt volt? Igen, sokan nem bírták az ideg. Algériába se voltunk annyira elkényeztetve, de Moszkva ez nem től ez nehéz, de mivel külföldiek, szintén majdnem egy ugyanolyan internátus, végül nem bezárkozott, meg bezárva, meg mit tudom én, hanem a szobák, tehát hárman voltunk egy szobába, akkor volt étkezde, volt büfé, volt könyvtár, mindenféle szórakozás lehetett csinálni. Itt megszoktunk Moszkvát, tehát a hideget, ráadásul ez az első tanévünk volt a legnehezebb, mert már mint az időjárás miatt, mert valami volt egy idő, amikor mínusz 30-35 volt, és ez egy a Dwayne-hez, hogy van, aki egy kart vezeti az egyetemen, a dékán bottal várt az ajtó elé, a kapu elé, hogy ne menjünk ki. És azt mondta, hogy hasonló idő volt 1941-ben, amikor Moszkvát osromoltak a németek, mínusz 35, tehát ez kemény volt. Hát amúgy ez diák, ez mindent kibír szerintem, és az se volt rossz. Hát főleg ott megismerkedtem ott a feleségemmel, és akkor így. Jött legelőször ilyen szürke nadrág kosztümbe, és akkor így ment előttünk, persze, hogy szerintem mindenki, többek között én is, fordultunk utána. Aztán úgy nem mert az ember mosolyított, de ez az a fiúság érzi. És akkor május 1-én, 1970-ben vagyunk, május 1-én gyülekeztünk ott a büfébe, hogy menjünk mi is, képviseljünk a előkészítő intézetünket, és akkor felvonulunk május 1-én a Vörös térre. És itt jön az, hogy ő emlékszik másképpen, mint én. Én úgy emlékszem, hogy ő ült ott is dohányzott. És én mentem oda a kis szendvicsem, vagy egy kis bulocska, hogy mondtak meg a kakaót a kezembe, és ez ott volt egy üres hely, és kértem, hogy lehet, szabad, és azt mondta, hogy igen. Ő viszont úgy emlékszem, hogy én ültem ott. És nekem akkora hajom volt, és meg is írta, itt van a helyzet, akkora hajom volt, hogy sokan mondtak, hogy Angela Davis vagyok, biztos emlékszem, hogy na, és a lényeg az, hogy eljöttünk, ott bemutatkoztunk egymásnak. Megkínált cigivel, nem dohányoztam akkor, akkor elfogadtam ez ott a dohányzót. Mind a két gyerek Moszkvába született. Igen, és akkor a Zsuzsi megvolt, a lányunk ez megvolt, ez 10 hónapos, és a fiú, Ilja, a fiam, az 5 hónapos volt, még terhes volt vele a felesége, és akkor született, amikor én már katona voltam Algériában. És utána ide költöztek Magyarországra, ahogy a poson, ugye, amikor vége lett a mandátuma, tudom én, kell mondani, akkor hazajöttek. És akkor végül is az a 2 év gyerek család nélkül voltam katona. Aztán kaptam munkahelyet, vagyis állást kaptam, még nem lakást, mert akkor, tudom én, 77, ugye 75-ben végeztem, 2 év katona, akkor 77-ben vagyunk, és akkor szerintem, ha összesen lehettünk, aki ilyen végzősök, egész Algériában 12 000 körülbelül. Tehát valaki oda megy, és akkor mutat egy diplomát, papírt, akkor mindent kap. Egy kocsit is kaptam, csak nem volt jogsim. De akkor ez, ha jól értem, kötelező volt ott 3 évig ott dolgozni valahol? Tehát még akkor sem jöhetett Magyarországra? Nem, nem.
nem lehetett. De mondom, egyelőre ugye befejeztem a katonaságot, akkor kaptam munkahelyet, ugye? De nem ugyanott, de ugyanúgy érvényben van ez a 3 év. És lakás, és itt tovább, és akkor mondom, akkor már lehet hozni a családomat, lejöhet a család. Fizetése volt, nem is rossz, és külön engedély, vártam az engedélyre nagyon sokáig, külön engedélyt, hogy 20 napra jöttem ide Magyarországra, hogy hazavigyem a családot. De nézzük, beköltözünk. És itt történt. Külön engedélye, mert akkor ugyanúgy nehéz volt nekünk Algériával bárkinek, tehát az algériai állampolgárnak bárhova menni Algériába, mint ahogy innen Magyarországon szintén ugyanolyan nehéz volt a 60-as években, mondjuk később de akkor is, tehát vissza kellett adni például az útlevelet itt Magyarországon, ugye a turista útlevél, az vissza. Na, és akkor hazamentünk, és a Mártának nem jött be. Volt, hogy este 10-kor mentem haza, de munkahelyről. Tehát is körülbelül úgy volt a lakás és az egyetem, mint innen a kanyar. Ott gyalog mentem dolgozni, gyalogítam vissza, de akkor is munkám menni. És akkor hazajött, jött az anyukája, és akkor minden papírt előkészítettem, mert Algériában ez egy abszolút patriarchális, tehát még most is. Ráadásul most a törvény is előírja, hogy a nőnek, vagy a lánynak, a nő, tehát igen, mindig van gyámja. Ez vagy az apja, vagy a férje, vagy az idősebbik testvére, vagy a fiú testvére. Ha ezek nincsenek. És ez most is szinte itt van, csak van, hogy nem tartja be teljesen a család, mert rengeteg nyitott család, nő is dolgozik, fiú is dolgozik, de egyedül nem megy, mondjuk nem fogja magát, és akkor megyek Tunéziába, tengerpartra, Konstantinból, vagy mit tudom én. És akkor viszont, ha gyerek van, akkor az apa a fontos, nem az anya. És a két gyereknek a fényképe a Márta útlevelén volt, tehát nem saját papírjai volt, és én mindenféle engedélyt megszereztem és aláírtam mindent, hogy mehessen a két gyerek a saját anyukájukkal Magyarországra. Már szűk az óvám, mint a sötét úgy támad rám. Valami erő, csak menni, de bárhová. Napok óta rossz zene szólt, összetörtem a rádiót. Blues a kedvem, de senki se hangolt rá. Se hívlak a darabokra, hullok szét. Régóta megvan a gyógyszer, ha valami ég. Jég dupla viszkivel, két dúzis egy helyen. Ennyi a társaság miatt, igen, egy hogy jó napom legyen. A rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el. Már az ágyam is kemény, hideg, mint a jég a viszkiben. Így szerintem már 3-4 hónap után megértettem magamat, bárhol vagyok. Ja, és olvastam.
És mi volt a legfontosabb? Ez a Rakéta regény újság. Ez itt volt egy, most egy gyűjtemény, kaptam a gyerekeimtől a szülinapomra. Ismerős a Rakéta regény újság? Ugye ismerő? Na, ez minden kedden megvettem, és ezt olvastam. Egy ismerős súgta nekem, hogy a kismotoros gépgyár, ez pont a Fehérvári út elején van, kötött kooperációs szerződést a franciákkal, és ott keressem, hát ha. Tényleg bekopogtam, így csak úgy, és akkor mondtam, ki vagyok, és akkor leültem a főosztályvezető, aki főnököm lett, hogy mennyi volt a pénzem, az Ikarosban mondtam 3400, ez mondja, akkor tudok adni 200 forintot plusz 3600, ezért így fog csinálni, bemutat engem a többi kollégáknak, és utána mondja, hogy ja, mondom, nekem tudok franciául. Erre azt mondta, akkor itt maradsz, akkor tudja, hogy itt maradsz, szóval így alakult. Mondtak itt a helyet, és jön egy Csani bácsi, aki még a Csonka János nál dolgozott a 40-es évek elején, már inas volt ott, és bögrével, tele borral, így el az egészségügyemre, szervusz, Sanyi vagyok, és akkor fogott itt velem kezet, és Sándor nap volt pont, március 18, igen, 18-17 körülbelül, igen, és akkor, na, névnapok. Itt kezdődött. És akkor azt mondja, na akkor keresünk gyorsan, melyik fiú név van közel, tehát ne túl messze legyen. És András volt, ez 30-án, november 30-án, András nap, és akkor így lettem András, csak névnapom, csak névnap, nem más. És akkor a kis motorban szintén azt mondtam, hogy hát ott kint András voltam. Ha most megfelel nektek András, akkor maradok, ha nem, akkor válasszatok valami más, hogy nekem is legyen ez. És akkor nem is Alinak szólították, hanem De, Ali. Hát mondom, az András, ez csak november 30-án vagyok András, az összes többi napon. Most is van egy kolléga, aki András napon fölhív mindig, hogy szervusz András, mindig elfelejtem, hogy mikor van, de... Na és ez a kolléga jött, és akkor azt mondja, hogy akkor András akarsz lenni? Ti döntsétek. Fogja a bort, és így leönti a fejemre a bort, és keresztet csinált nekem. Ő lett a keresztapa. Ugye most már 88 vége felé vagyunk, akkor már jöttek a megmozdulások, tehát gazdaságilag, és a gyárak kezdtek tönkre menni, akkor a Szovjetunió már belső problémák miatt, szintén ugye a perestrojka, glasnost, ahogy a Gorbacsov jött, akkor... Szóval a sok jó, ami benne volt, az ahogy hogy most már szabad az ember, lélegezhet, tönkre ment a gazdaság teljesen. És akkor látszott a kis motoros gépgyáron is, hogy mert ugye hát mi is benne voltunk abban a szocialista jármű iparban, végül is, mi is szállítottunk a Szovjetunióba. És viszont ezt a témát, amit én csináltam, ez megfelelt annak a németnek, hogy akkor engem fölvesz, mint mérnök eladó, mérnök vagy üzletkötő. És vállaltam, és akkor itt 89 elsőjén, január 2-án, végül is, már ott kezdtem. Szintén az egyik helyről, rögtön másikba. És itt tanultam ezt az üzletkötési dolog, ezek szerszámok, amely sűrített levegővel működnek. Utána bevezettük meg elektromos szerszámokat, ami ipari szintén. És még progresszívebb, még korszerűbb, azaz a kompjúterrel vezérelt szerszámok szintén. Ez kifejezetten a szerelés technikára, ami tömeggyártásra. És akkor kik azok a vevők? Akkor ugye az Ikaros puff, vége nincs, akkor a Videoton talán még megvolt, vagy Zünestén megvan, akkor a BKV, a MÁV, a
később Electrolux lett, tehát régebben Lehel, később Electrolux és tovább. Ezek voltak a nagy vevők. Megtanultam üzletet kötni, és rengeteg vevőm lett, és akkor mindig mondták, hogy alig kell, más nem, és tovább, akkor mondom, akkor csinálok magam egyedül. És akkor csináltam egy BT-t. Már 97-ben, és akkor így indultam. És akkor ez már teljesen saját cégem, ez nem magam, választ a másikat? Ez teljesen, ez kiléptem onnan. Ezt is úgy csináltam, hogy nem tetszett már, és akkor mondtam, na akkor nekem elég, és akkor ide dobtam a papírt, a kocsi papírt, meg a kulcsot, és akkor visszlát, és eljöttem. És közben ez alatt az idő alatt volt, hogy visszament Algériába? Igen. Hát akkor volt, ugye jöttem 78-ban, 3 évig nem, akkor még mindig csak attól függött, hogy nagyon drága az az út, hogy mennyi pénzünk van, hogy tudunk-e menni. Akkor elmentem egyedül 81-be, hogy apám bocsánatot kérni tőle, hogy én ezt így döntöttem, mert ő teljesen kitagadott, abszolút, hogy ez nem. Az anyja ez más, ugye, hát ez mindig a fia, és akkor apám már abszolút nem akart velem beszélni, sőt, majdnem a haláláig. Tehát ez 78-93-ig. De úgy hagyta, hogy ha ott ülök, és akkor mondok valamit, hagyta, hogy megpuszíjam, de semmit nem. Ez neki, ez mi ez, hogy... Aztán 85-ben úgy csináltunk, hogy elmegyünk együtt, az egész család, hogy akkor meglátogassuk a teljes családot, ott, ahol lakunk. Az a fővárostól 460 km, ez keleten van, délkelet, de nem Szahara, tehát nem. Akkor együtt mentünk, ez jó volt, mondjuk kibékültünk, de nem volt, tehát látta az unokáit, de nem balhézott, szóval nem. És utána jött ez a belháború, polgárháború, terrorizmus, az iszlám terroristák csináltak ezt, öltek. Tehát én ott maradtam, van a tuti, hogy most nem beszélnénk így magával, de minden, aki újságíró, tanár, a bátyám, akit megöltek, ez tanár. Sőt, igazgató. Mert meg kell ölni a tanárokat, kész. Ez a terrorizmus szó szerint nagy T betűvel, hogy nekik sincs elképzelésük, mit akarnak csinálni. Iszlám köztársaság, mi az? Szóval ezek olyan dolgok, az iszlám köztársaság az ezt jelenti, hogy akkor menjünk vissza a 7. századba. És akkor kalifát hozzunk létre, akkor mindenki feketébe, és mindenki se zene, se film, se nincs se előre, se hátra, ott, 7. század. És ezt felkeltek a demokraták Algériába, az ellen. Tartott ez 10 évig. Tehát a katonák szintén kegyetlenek voltak velük, azokkal a terroristákkal, szóval itt lehetett látni fejeket lógva, itt-ott, szóval. És ez tartott 10 évig. 10 évig nem mentem haza. Bevallom őszintén, féltem. Szerencsés vagyok, mert hogy nem maradtam ott, és akkor nem kell ezt úgy élni, hogy a szomszédnak élek. Vagy. Tehát rengetegen mennek meccsetre, főleg akik nyugdíjasak, hogy naponta 5-ször. Nem kötelező. És minek érzi magát, hogyha mondjuk megkezdik, hogy ön magyar, vagy algériai, vagy arab, vagy mi a tud öntudata? Arab nem vagyok. Mert mi berberek vagyunk Algériában, mi berberek vagyunk, nem arabok. Arabizált, iszlámizált nép vagyunk, de nem arabok. Ez sajnos mindenki, még testvéreim is mondják. De mindenki Algériában berber? Hát a 90% igen, csak hogy nem tudnak róla. Ez a baj, hogy,
hogy annyira elarabosodtunk, a mi családunk is úgy elarabosodott, hogy mindenki azt mondja, arab vagyok, de mi berberek vagyunk, de nem tudunk berberül. Két szót tudok berberül, de az a boldog új évet. Ez hogy van? Hogy van berberül? Ez a boldog új évet. Többet nem tudunk. Apám, anyám, nővérem, bátyám, azok még, ha apám, anyám nincs, de a nővérem szerintem ő is elfelejtette a berber nyelvet, és teljesen eltűnt, és akkor az a forszírozott, ránk kényszerített arabizálás, az teljesen tönkre teszi az egészet. Ez nem jelenti, hogy az arab ellen, az arab nyelv ellen vagyok. Nem, mert ez a közös, tényleg ez a nagy közös, ami az egész Algériát köti. De ezért ne felejtsünk, hogy van történelmünk, van nyelvünk, de csak nincs, írásban nincs. Akkor... Ja, hogy érzem? Én szerintem itthon vagyok, otthon vagyok. Úgyhogy én ezt mondom, hogyha így lehet. Tehát algériai és magyar is. Ah, c'est cuit. Ça a duré une heure et demie. J'éteins. Je le mets dans ce beau réception pour le servir. Voilà. C'est un goulash hongrois fait par un Algérien à la bocha chômage.